A Puskás FC pedig egyet sem, miközben Horváth Rudolf megszerzi a vezetést a fehérmezeseknek. Ezzel a Moson-Magyaróvári Horváth Rudolf góllal indult a 11. Alkufer Kupa, egyben 8. Horváth Ferenc emléktorna felsőházi rájátszása. Az alsóház végső sorrendje már vasárnap délelőtt eldőlt. Bágyokszobát, Csorna, János Somorja, Dac, SVS-e, György Szemere, Lipót és Ajka lett a rangsor. A legjobb 8 közé két MB3-as csapat, az MTE és a Puskás FC, két megye 1-es együttes, a Ménfőcsanak és az Öttevény, valamint 4 MB2-es, az Eto 2, a Veszprém, a Tatabánya és a házigazda Gyirmót FC jutott be. Izgalmasan alakultak a meccsek, gólokban, cselekben és látványos megmozdulásokban nem volt hiány. Az eredmények végül úgy alakultak, hogy az Öttevény lett a 8., a Puskás FC a 7., az Eto 2 a 6., a Csanak az 5. A bronzmeccset a Veszprém játszotta a Móvárral, a döntőt pedig a házigazda Gyirmót a címvédő Tatabányával. A harmadik helyről büntetők döntöttek, és mivel Smatovicsék mindhármat kihagyták, Tiago pedig gólra váltotta az övét, a Veszprém lett a 3. A Gyirmó-Tatabánya döntő, akárcsak az egész torna, szintén izgalmasra sikerült. A mindent eldöntő találatot a hátvéd Balogh Zoltán szerezte, így a kéksárgák letaszították a trónról a bányászvárosiakat. A torna legjobb kapusa a tatabányai Dombai András lett, a legjobb játékos pedig a gyirmóti Erős Gábor. Biztos, hogy ez is lendíteni fog rajtunk, és a felkészülést biztosan segítette, de amit mondtam, a legfontosabb, hogy tavasszal a csapat legyen jó állapotban, és amit kitűztünk célt, megpróbáljuk elérni. A torna gólkirálya 7 találattal az Eto csatára Serfőző Bence, felfedezettje a szintén Etos német László lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség Győrmoson Sopron megyei területi igazgatóságának külön díját a Ménfőcsanak kapta, a torna fair play díját pedig az Öttevény. A gyirmóti részönkormányzat által felajánlott külön díjat a Moson-Magyaróvár vehette át. A 11. Alkufer Kupa 8. Horváth Ferenc emléktorna a győztes házigazda örömittas fotózásával zárult, hiszen a serleg a helyére került.